A KSE birkózó szakosztály edzésén Urbán Zoltán edzőtől megtudtuk, a vírushelyzet miatt nehéz volt a versenyekre való felkészülés. A Diák egy országos kötött fogású bajnokság, magyar bajnokság volt Egerben, ahol a tanítványa a fia második lett. Az országos versenyeket azokat megrendezik ugye a nagy szigorú szabályok mellett, ugye nagy beléptetés, stb. Ebbe nem szeretnék úgy belemenni, szigorú szabályok mellett. És ugye a Diák egyes országos bajnokság volt, mi csak így konyhai nyelven magyar bajnokságnak szoktuk ezt így hívni a birkózók között. És ugye az egyik tanítványom, ugye egyben a fiam is, országos bajnok második helyezést sikerült neki elérnie, nagyon szépen versenyzett, küzdött. Ilyenkor az apa és edző szétválasztása nem egyszerű feladat, vallja be a szakember, aki nem kivételezik fiával, ugyanannyit vagy még többet kell teljesíteni, mint társainak. Ez az ember mindig jobban szurkol, meg próbál még többet segíteni, vagy próbálna még többet segíteni, ugye, ez a saját gyermekéről van szó, de úgy gondolom, hogy minden gyermeknek ugyanúgy segítek. Az, hogy tudom külön rakni, az, amikor ugye munkahelyre bemegyünk, és ugye a munkahelyi problémákat nem visszük haza, ugye az otthoni problémákat viszont nem viszünk be a munkahelyre, ezt ugyanígy kell kezelni, és ezt hála jó Istennek nagyon jól tudjuk kezelni, úgy gondolom a Zolikával. Az egri versenyen Jászberényi Szolnoki induló is volt a 300 között. A karcagiak 3 fővel indultak a bajnokságon. Voltak még a megyénkből is Jászberényiek, Szolnokiak, összesen több mint 300 versenyző volt. Ez Diák egyes kötött fogású magyar bajnokság volt, illetve leány diák országos bajnokság is egyben, és több mint 300 induló közül mink 3-an voltunk a versenyen, 3 fővel tudtunk elindulni. Egy fő, Gál Milán, ő diák 2-es korosztályú, de utolsó éves, ezért egy korcsoport a szülői engedéllyel följebb birkózhatott. Ő is ügyesen birkózott, nagyon helytállt, és sajnos neki nem sikerült a győzelem, igen. De viszont kétszer birkózott, és nagyon tényleg ahhoz képest, hogy 2 évvel idősebbekkel birkózott, én úgy gondolom, hogy helytállt. Illetve Péter Bence és ugye Urbán Zoltán, ők saját korcsoportjukban, és 85 kilóba birkóztak. Péteri Bence birkózott a Urbán Zoltánnal, a fiammal a döntőbe jutásért, és a fiam őt megvette, ezért Péteri Bence a 3. helyen birkózhatott, Zolika pedig a döntőbe, ugye hát sajnos vereséget szenvedett. Kánagy Gábor, egykori karcagi birkózó segíti az edzéseket Urbán Zoltánnak, aki 2-3 gyermekben lát tehetséget, akik a következő versenyeken érmesek lehetnek. Jöttek gyerekek, voltak edzőpartnerek, nem voltak gyerekek, alig voltunk, utána hirtelen sokan lettünk, de aki rendszeresen edzett, ugye, és jöttek a régi sportolók, ugye azok edzetlenek voltak, a felkészülés is nagyon nehéz volt. Hála Istennek úgy néz ki, hogy jó úton haladunk. Folytatjuk ezt az utat, és nagyon bízom benne, hogy további eredményeket fogunk produkálni. Vannak régi birkózók, felnőttek, akik itt, hogy engedjenek, hogy Kánagy Gábort megnevezzem. Ő egy régi birkózó társam volt gyermekkoromban, és ő beáll az edzésekbe, végig csinálja ugyanúgy, mint a gyermekek az edzést, tehát ahhoz képest, hogy 30x-ennyi mennyi idős, ahhoz képest igen, segíti mind a fiataloknak a munkáját, mind az én munkámat, hisz mikor vannak 7-8 páros, az egyszerre hirtelen sok, és én sem tudok odafigyelni mindenkire, és igen, ő segíti a munkámat. Én úgy gondolom, hogy van 2-3, még meg merem kockáztatni, hogy 4 gyermeket is, aki az elkövetkezendő versenyeken érem fog hazatérni, és nem olyan régen birkózik, ez egy év. Egy év a birkózásban nem olyan hosszú idő, de én úgy gondolom, hogy sikerült neki olyan dolgokat elsajátítani, ami által ő éremmel fog hazatérni. Saját korcsoportjában birkózott Péter Bence és Urbán Zoltán. 4 évvel ezelőtt kezdtem el sportolni, és apukám mondta, hogy régebben ő birkózott, és én rákaptam az ízére. Régebben egyébként nem jártam sokáig, de aztán rákaptam az ízére, és mentem. És a sport mit adott számodra?
erőt, technikát, ízben ott kell lenni, és szép eredményeket. Na, akkor beszéljünk ezekről a szép eredményekről, hiszen úgy tudom, hogy Egerben egy nagyon szép eredményt értél el. Mi volt ez pontosan? Egy országos bajnokság, második helyezett lettem. Heten voltunk a súlycsoportban. Te most melyik súlycsoportban játszol? 85 kiló. És diák egy. Ez volt az első ilyen nagy versenyed, vagy azért már volt több? Ez az első ilyen nagy versenyem. Izgultál? Tehát most itt mögötted zajlik az edzés, amikor fölmész egy versenyen a szőnyegre, hogy hangolódsz rá a versenyre? Amikor elmegyünk versenyre, mindig félek, de amikor az első meccsem lemegy, utána már nem. Utána már benne van ez a birkózó szellem, hogy igenis nyerni szeretnék. Na akkor mesélj erről az egri versenyről. Amikor fölmentél a szőnyegre, megláttad az ellenfelet, mi történt? Elkezdődött a meccs, és én eldobtam egy váldobást, és betusoltam. Ennyi? Tehát az egy-két perc volt? Igen, ennyi volt. És minek tudható be ez a gyors siker? Hogy rám szaladt. Én meg eldobtam. Úgy nyúlt fel, és én eldobtam. Tehát akkor gyorsan átláttad, előre gondolkodtál? Igen, eleinte úgy akartam volna, hogy eldobom, de rájöttem, hogy gondolkodni kell egy kicsit, és eldobtam utána. Mi a legnehezebb egy edzésben? Itt azért látjuk, hogy mögöttünk itt mi mindent csinálnak a többiek. Mi a legnehezebb része? A bemelegítés, meg a birkózás. A bemelegítés azért nagyon fontos, hogy meg ne sérüljél. Így van, nagyon fontos. Nyakam meghúzódik, ez nagyon fáj, lábam meghúzódik, meghúzódott a lábam, kezem, minden. Ha nem bemelegítem, jól. Itt Egerben volt olyan versenyző, akivel már korábban is vívtál csatát, és mondjuk akkor ő győzött, és most te őt győzted le? Volt. Egy csepeli. És ez milyen érzés volt? Itt jó volt vele birkózni, de kikaptam tőle, de megpróbálom majd később megverni. Tehát ez erőt ad? Ez erőt ad. Amikor először kikaptál, voltak könnyek, volt sírás? Nem. Nem nagyon volt, de azért volt egy kicsi, de nem nagyon. És ilyenkor a apa, aki egyben az edződ is, mit mondott? Hogy... Talpra kell állni? Így van, talpra kell állni. Semmi baj, legközelebb is lesz verseny. Még lesz meccsem is. Oda kell tennem magamat is. És nyerjek. És amikor most ott szólítottak a díjátvételen, az milyen érzés volt a dobogóra fölállni? Nagyon jó érzés volt. Életemben első nagy versenyem, második helyen végeztem. Nagyon jó érzés volt. Sokat készültél rá? Elég sokat készültem rá, mert már sokat készültem rá. Június 12-én Kiskunfélegyházán versenyeznek legközelebb a karcagi birkózók. Az edző köszöni Szepesi Tibor polgármester és Kuruc István támogatását.